2012. január 1-től számos olyan változás lépett életbe, amely az önkormányzatok gazdálkodását érinti. Ezek közül az egyik az államháztartási törvény végrehajtására született kormányrendelet. Ezek a jogszabályok rögzítik azt, hogy az önkormányzatok és azok apparátusai, vagyis a polgármesteri hivatalok elválnak egymástól. Korábban a polgármesteri hivatal gyakorlatilag az önkormányzat végrehajtó szerveként működött, és minden önkormányzati döntéssel kapcsolatos intézkedést ugye a polgármesteri hivatal hajtott végre. Ez a mai napig is így van, azonban az ehhez kapcsolódó pénzügyi és gazdálkodási szabályok változtak meg innentől kezdve az említett jogszabályok alapján. A gyakorlatban ez a költségvetést érintő technikai változásnak felel meg. Mindazok a bevételek és kiadások, amelyek eddig egységesként voltak kezelve, és az önkormányzat bevételeit és kiadásait képezték, azok kerülnek mostantól megosztásra, mégpedig oly módon, hogy a polgármesteri hivatal tulajdonképpen mint egy költségvetési szerv működik most már, illetve a jövőben, és gyakorlatilag bevétele sajnálatos módon nincs igazándiból, mindössze néhány továbbszámlázás vagy egy-két apró bevétel, kiadásai pedig gyakorlatilag az épület magának a polgármesteri hivatalnak a működtetéséhez kapcsolódó kiadások és az itt dolgozó embereknek a személyi juttatásai jelentik. Az önkormányzat bevételei továbbra is azok maradnak, amelyek eddig voltak. Többek között az adóbevételek, a bérleti díjak és a szerződéses kapcsolatokból származó bevételek. A kiadások sem változnak. Többek között az önkormányzat fejlesztései miatt felmerülő költségek tartoznak ide. A lakosság számára, ami ebből esetleg érzékelhető lesz, hiszen ez inkább egy technikai jellegű módosítást jelent, az, hogy az önkormányzattal eddig szerződéses kapcsolatban állóknak a szerződései áttekintésre kerülnek, felülvizsgálatra kerülnek, és ahol szükséges, ott a jogcím címzetje, eddig ugye polgármesteri hivatal volt, ez majd helyesen önkormányzat lesz, ez majd átvezetésre kerül. Ezt a munkát elkezdtük és folyamatosan végrehajtjuk. Ez a változás az ellátórendszerek átalakításához kapcsolódik, így az önkormányzati reformhoz is, tette hozzá Komáromi Éva jegyző.